Sziasztok, Beast itt van, és rohanunk is tovább a Titanfall fegyver bemutatóval, méghozzá sok a kedvencét elemezzük, a Combat Advanced Round Submachine Gun-t, vagyis a KSMG-t. Nagyon sokak szeretik, illetve a játék elején én is azt gondoltam, hogy ez lesz a kedvenc fegyverem, de így valahogy mégsem nem használtam, mert az igényeimet teljes egészében kielégíti az R101-es, és ott is ragadtam, úgyhogy ezáltal nem is sokat nyúltam hozzá, attól függetlenül, hogy az SMG-k nagyon közel állnak a szívemhez. Egy piszok jó kis csúziról beszélünk, amely a lassabb, de erősebb SMG-k csoportját erősíti, persze ha más FPS játékot vesztek alapul, mert Titanfall összvisz két darab SMG van egyelőre, azt ezért ki kell emelni. Tehát jelen játékban nem beszélhetünk nagy csoportokról, de mindenki játszott már más FPS-ekkel, ott is vannak gyorsabb, de gyengébb, meg lassabb, de erősebb submachine gunok. Viszont a KAR SMG igazi ereje a Hipfire-ben van, tehát igazán egy rásolós fegyver, főleg, hogy erre mindenfajta segédeszközünk megvan a játékon belül. Ugyanis megtalálható a Counterweight kiegészítő a fegyveren, amellyel azt érhetjük el, hogy fix marad a célkeresztünk csípőlövésnél. Ugyanis, bármely más FPS-ről is van szó, ha ugrunk, futunk, sétálunk, mindig más és más a fegyver szórása és a célkereszt mérete, amely jelen példák esetében a fegyver pontosságát rontják. Viszont, ezzel a kiegészítővel elérhetjük azt, hogy fix maradjon a fegyver szórása Hipfire-ben, tehát ha falon futunk, ha a seggünkön pattogunk, ugyanakkora marad a célkeresztünk, mintha állnánk egy helybe. Ezáltal pontosabb a fegyver, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy kiszámíthatóbb. Ugyanis a célkereszt mindenfajta mozgásnál máshogy viselkedik, viszont ezzel a kiegészítővel kivéhetünk egy változót a képletből, amely egy hatalmas fegyvertény, természetesen ha ezt valaki ki is tudja használni, tehát rassol vele. Ugyanis ha ADS-t, tehát Iron Sight-ot használunk, akkor ez az előny elvész. A másik segédeszköz a Run and Gun perk, amellyel futás közben is tudunk lőni SMG-kkel, illetve pisztolyokkal, úgyhogy hát el tudjátok képzelni ezt a kombót, elég jól kitalálták a respawnos srácok, azt kell, hogy mondjam. Na de csapjunk a lovak közé. A fegyver damage értéke 66-tól 35-ig terjed, ez azt jelenti, hogy testre 4-6, fejre pedig 3-5 találat szükséges, és hát valljuk be, azért viszonylag meg kell tunkolni az ellenfelet, de egy magasabb RPM-ről beszélünk, ezért egy átlagos time to kill-el rendelkezik a KSMG. A titán damage 20-tól 10-ig terjed, hát ezzel ne nagyon piszkálgassunk hatalmas nagy gólemeket, de ha rájuk ugrunk, akkor százat sebzünk egy töltényjel, ami azt jelenti, hogy 2-3 tárból meghal egy titán, illetve akár lehet 4 is, ha ogréról van szó, illetve kritikus sebzési ponton kétszeres szorzóval rendelkezik az alapvető titán damage a fegyvernek. A range 16-tól 24 méterig tart, ami azt jelenti, hogy 16 méterig sebzünk maximálisat, ami nem is egy rossz érték egy submachine gun-tól, illetve az RPM-e 846-os, ez egy combos érték, bár nem a legnagyobb. A fegyver újratöltési ideje átlagos 1,9 másodperc, viszont ha kifogyunk, akár lehet 2,5 másodperc is, az már az átlagos fölött van. A tárkapacitása standard, legalábbis amennyire standard lehet, viszont extended clippen 40-esre növelhetjük, ha éppen szűkös az a 30-as. Mint ahogy a videó elején megbeszéltük, a KSMG Hipfire-ra való, de nekem mégiscsak az első setup jött be igazán, tehát Extended Clip, HCOG, illetve Steam Pack. Ezzel is ugyanúgy rásoltam, viszont megvolt rá az esély, hogy közepes hatótávolságon akár le is lőhessek valakit, viszont a következő setup-pal egyértelműen ez nem annyira lehetséges, ugyanis ez a Hipfire-re való, tehát mint ahogy megbeszéltük Counterweight, én HCOG-ot is raktam rá, de így belegondolva tök felesleges, mert úgyis Hipfire-be célzunk, de ráfér, úgyhogy ott van. Illetve a Run and Gun perk, ezzel tudunk Hipfire-be falon ugrálva bármilyen pozícióba lőni ellenfeleket. És hát nagyon durva vége lesz annak az ellenfélnek, 10 méteren belül biztosan. Úgyhogy hát nincs sok lehetőség, de ti is írjátok le, hogy milyen klasszal szeretitek használni a KSMG-t. Biztos nagyon sokan játszotok ezzel a fegyverrel, úgyhogy hajrá! Sziasztok!